Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Csibu vagyok, és ismét társasjátékos tartalom a csatornán, oly sok idő után, mert hogy sajnos az elmúlt hónapokban kevesebbet tudtam társasozni, és kevesebb időm maradt arra, hogy videókat készítsek, videókat vágjak, akár hangoskönyvben, akár társasjátékban. Egyrészt úton van a következő kismanó, szóval a következő időszak az még mindig ilyen kevesebb tartalomról fog szólni egy ideig, de aztán tervben van az, hogy újraélesztem az egyperces társasjátékos sorozatomat, illetve mellette már most novemberben majd láthattok egy újabb Kickstarteres játékot tőlem, a Find the Source, aminek már most megnézhetitek a Kickstarter oldalát, illetve a Board Game Geek oldalát, ahol megnézhetitek, hogy miről is van szó. Egy cyberpunk sci-fi, ami egy 10-20 perc alatt lejátszható 1-2 vagy 3 fő részére, és ami print and play, szóval amint vége a kampánynak megkapjátok a fájlokat, kinyomtathatjátok, és már zúzhattok is. Ez nagyon fontos volt szerintem a mai világban, amikor rettenetesen magasak lettek a társasjátékos árak, és rettenetesen sokat kell várni arra, hogy megérkezzen Kínából egy szállítmánnyal, aztán még fizetni a szállítási költséget, meg a 27% áfát. Szóval arra gondoltunk, hogy egy kis pénztárca barát és egy gyors projekt keretein belül kaptuk egy játékot, fél éve dolgozunk rajta Tamás barátommal, kíváncsian várjuk majd, hogy milyen véleményetek van róla, akár már a kampányban, akár pedig a kampány végén. Ez a játék, amiről ma szó van, és amit bemutatok, az a Star Wars The Clone Wars, azaz a klónok háborúja, egy pandemik rendszeren alapuló játék, legalábbis ez van a dobozon, és egy olyan társasjáték, aminek szintén sajnos az egekben van az ára, nagyjából 25.000 forint környékén kapható, nemrég jelent meg, viszont egyből magyarul is megvehető a Game Club jóvoltából. Ebben a videóban bemutatom először a játékot nagy vonalakban, aztán játszok vele egy teljeset, mondjuk 3 karaktert irányítva itt a Tabletop Simulator felületén, hogy lássátok, hogy hogyan zajlik a játék, aztán pedig a végén értékelni fogok, mit kapunk ezért a pénzért, mennyire pandemikes ez a játék, mennyire íri meg megvásárolni, és egyáltalán kiknek ajánlom, hogy kipróbálják a játékot. Úgyhogy vágjunk is bele, már én több fizikai példányú játékon túl vagyok, ez az első, hogy most így TTS-en is játszok vele. A játék kezdete az, hogy választunk 7 karakter közül egyet, minden játékos választ egyet, most én mondjuk kiválasztom ezt a 3-ast, Yoda, Anakin és Mace Windu. Ez lesz a 3 játékos, akiket majd egymás után fogok irányítani. Hoppá, itt még maradt action kártya. És hát, ahogy az egy ilyen játékban lenni szokott, mi vagyunk a jó fiúk, a Jedik, míg pedig az ellenfeleink azok a droidok lesznek, illetve egy főgonosz, akit kiválasztunk a játék elén, hogy kicsoda legyen. 4 főgonosz van a játékban, Ventress, Grievous, Maul és Dooku Gróf. Most én kiválasztom mondjuk Ventresst, őt javasolja egyébként a kezdőjátékhoz is a szabályfüzet. A gonosztevő lapot ide tesszük, van egy hozzátartozó gonosztevő pakli, azt megkeverve ide tesszük, és majd lesz egy hozzátartozó figura. Egyébként a figurák nagyon jól néznek ki, ugye ez egy tabletop verzió, szóval ezen nem adja majd vissza magát az, hogy milyenek a droidok, meg milyenek a főgonoszok, meg milyenek a mi figuráink. Nagyon jó minőségben sikerült ezeket megcsinálni, úgyhogy már csak, hogyha valaki a figurák miatt meg akarja venni, akkor tudom javasolni ezt a kiadást. Van nekünk akkor 3 karakterünk, és mi van itt a táblán még? Van egy invázió pakli, innen fognak majd jönni a gonoszságok, igazából egy-egy bolygónak a képe, ahova majd felkerülnek a droidok. Az előkészület fázisban ezt megkeverjük, kiteszünk 2 Christoph Sis, valamint Lola Sayu, és akkor ide fel is teszünk rögtön 3 droidot. 1 droid, 2 droid, 3 droid, és akkor a Lola Sayura is 3 droid. Bocsánat, 1-1, nem. Nem, 3-3, és utána lesz 2-2, és a végén 1-1. Jön a következő 2, Nabu. Így néz ki amúgy egy kártya, jobb oldalon könnyebb beazonosíthatósággal is megállapítható, hogy hol van, Nabu és Umbara. És akkor már most mondok egy pici hátrányt, nekem ez a játéktábla nem tetszik, minden más elem a játéknak nagyon, de ez a játéktábla kicsit ilyen uncsira sikeredett, meg nem is látok közben túl sok, hogy is mondjam, logikát. Például a Coruscant ide került gyakorlatilag a Perem vidékre, ahelyett betették volna középre. Szóval van egy-kettő ilyen furcsaság benne, de nyilván ez egy absztrakt táblakép lett. És akkor jöjjön még 2, a Mustafar, az itt van a sarokban, valamint az utolsó bolygó az Ord Mantell, az meg a másik sarok, és az utolsó bolygóra felkerül a főgonoszunk is, Asajj Ventress is.
A többi főgonoszt azt a dobozban kell hagyni. Van egy fenyegetéssáv, és a játék egyetlen elvesztésének sávja, hogyha ez a jelölő szépen levándorol és eléri Palpatint. Van itt egy inváziósáv, ahogy ez lépeget majd előre, mindig megmutatja, hogy a játékos köre végén mennyi kártyát kell felhúzni, mint egy klasszik Pandemic játékban. Van egy dobókocka majd, bizony, ez fontos lesz a játékban, illetve van a csapat pakli, amit megkeverek, ez lesz végül is a játékos pakli, amit megszoktunk a Pandemictől, csak kicsit a működése más lesz. Meg egy csomó minden van, ami egyébként tök más. Tehát, hogy talán a végén is el fogom mondani, és ezt így szívesen mondogatom, hogy ez a legkevésbé pandemikes Pandemic játék, amivel valaha játszottam. Szerintem az összes Pandemic verziót már kipróbáltam, és már játszottam. Ez, hogyha nem lenne ráírva egy Pandemic rendszer, talán mondanám, hogy igen, emlékeztet a Pandemicre, de nem gondolnám róla azt, hogy Pandemic rendszer. Azt nézem, hogy a játékosoknak mennyi kártyát osszak ki kezdésnek, és itt van három játékosnál 3-3 kártya, ami kiosztásra került közben. Van egy küldetéspakli, és a játék nehézségét ez a pakli adja meg egyik dologként, ami befolyásolható a játék elején. A legkönnyebb módban 3 kártyát kell ide tenni, és utána 4-et, 5-öt, 6-ot, attól függően, hogy milyen szinten szeretnétek játszani, ez most itt talán látszódik is, hogy most padavan szinten fogunk játszani. Most nem a kihívásra megyek, hanem arra, hogy lássatok egy teljes játékot egészében. Egyébként mi eddig mindig 4-es szinten játszottunk, és mindig nyertünk is. Szóval 3 lapot ide tettem, a többire nincs is szükség, 24 ilyen küldetéslap van. Szóval ez egy tök jó dolog arra, hogy újrajátszható legyen a játék. A narancs küldetés az a fegyvergyár lesz, a fegyvergyár helye a geonózison található, úgyhogy oda teszem ezt a narancs jelet, arra való igazából, hogy emlékeztessen rá, hogy ott van, meg van néhány hatás, ami azt mondja, hogy itt történik valami, ahol éppen a narancs küldetés van. És akkor van egy fehér küldetésünk, egyszerre mindig 2 küldetés van a játékban, ez pedig az Obadiah bolygón, és itt látható egyébként az ikonokként piros, lila és sárga, hogy ilyen lapokból kell összesen 6-ot elhasználnunk ahhoz, hogy teljesítsük a küldetést. Van rajta ezen esetben egy olyan szöveg, hogy 2 vagy több Jedi kell ahhoz, hogy ezt a küldetést sikerrel vegyük, és van rajta egy csillag szimbólum a 6-os mellett, azaz egy sérülést fog okozni ez a küldetés majd a játékosnak, aki végrehajtja. És akkor itt van a The Lost One, amikor teljesül ez a küldetés, amihez piros, lila és kék lapokat használtunk fel, és egy sérülést okoz, azután helyezzünk minden gonoszt Obadiára. Ez a 2 fog most játszani, amint az egyiket teljesítettük, jön a következő lap. Amikor elfogyott az összes, tehát jelen esetben teljesítettük mind a 3 küldetéslapot, akkor megfordítjuk a főgonosznak a karakterlapját, így talán jobban látjátok, és azonban a végső küldetés, ha pedig azt teljesítjük, akkor megnyerjük a játékot. Van itt egy pakli, amire rá kell tennünk egy jelölőt, ez egy emlékeztető jelölő, hogy van neki egy külön kis szabálya, méghozzá az, hogyha egy küldetés bolygóján tartózkodik, akkor meg kell növelni a fenyegetést. Tehát Ventress majd mindig megy afelé a bolygó felé, ahol küldetés van, és hogyha ott tartózkodik a köre kezdetén, akkor az nekünk nem annyira kellemes. Amiért nem annyira pandemikes a játék, mert hogyha elfogy az invázió pakli, vagy elfogy a squad pakli, akkor megkeverjük újra őket. Tehát nincs olyan, hogy elfogyott a lap. Aztán nincs az, ami szerintem a pandemiket leginkább pandemikké teszi, a fertőzés. Ugye a pandemikben, hogyha 3 cucc van egy bolygón, és oda kerülne egy negyedik, akkor robbanás történik, menne előre a fenyegetés, és minden szomszédosra rákerülne egy. Na most ez itt nincs. Helyette, hogyha 3 van, és oda kerülne még egy droid, akkor felteszünk egy ilyen blokkát hajót. Na, ide jössz. Így van, oda tesszük, és ez blokkolja a küldetéseket, tehát először le kell ütni a blokkádot. A fenyegetés az egyébként megy tovább majd. És akkor még egy nagyon furcsa dolog. Amikor a pandemikben felhasználunk lapokat, mert be kell adni mondjuk ahhoz 4 vagy 5 azonos színűt, hogy meggyógyíts, vagy kifejlesztünk egy ellenszert, vagy egy szírumot, akkor el kell dobnunk a lapokat. Itt viszont nem. Ez nagyon furcsa, hogy amikor használjuk a kártyákat, akkor csak elforgatjuk őket, így jelezvén, hogy kimerültek, és a saját körünk kezdetén visszaforgathatjuk őket.
Úgyhogy ha jó lapokat gyűjtünk be, akkor hogyha 7 lapot összegyűjtöttünk, akkor azzal el lehetünk a játék végéig is akár, mert 7-es a kézlimitünk, viszont minden egyes sérülésnél, amit benyelünk, azután el kell dobnunk egy lapot, akár kimerültet, akár pedig álló helyzetben lévőt. Egyébként a körmenete az abszolút pandemik, először visszaforgatjuk a használt kártyáinkat, aztán 4 akciónk van, aztán aktiváljuk a főgonoszt, úgy, hogy húzunk innen a saját pakliából egy lapot és végrehajtjuk, aztán pedig az invázió pakliból annyi lapot felfedünk, amennyi itt van, és oda teszünk egy-egy droidot. Ha elfogytak a droidok, elfogytak a blokádok, akkor megy előre olyankor a fenyegetés jelölő is, meg amikor ez a lap azt mondja, ebben van egy olyan kártya, ami majd igazából a pandemik kártya lesz, és minden karakternek van egy körönként egyszer használható ingyenes képessége, és akkor kezdek is mondjuk Jodával, ő neki az az ingyen képessége, hogy mozgathat egy másik Jedit legfeljebb 2 bolygóval, tehát ő segít a mozgásban. Anakin Skywalker azt tudja, hogy amikor támadok, akkor minden lapja lehet piros kártya, majd mindjárt beszélek a laptípusokról, és a Mace Windu pedig azt tudja, hogy átmozgat 3 droidot a szomszédos bolygókról az ő bolygójára. 5 fajta laptípus van. Vannak a piros kártyák, klónkatonák, vannak a lila kártyák, vannak a sárga, az egyedi zöld kártyák, és amit most nem húztam egyet sem, a kék kártyák. A zöld kártyákon kívül minden egyes kártyatípusban minden kártya ugyanazzal a képességgel rendelkezik. A sárga kártyát, hogyha elfordítod, akkor megvédesz magadtól egy sérülést, és nem kell eldobnod helyette lapot. A lila és a piros lapok ugyanazt tudják, azaz majd hozzáadnak egy sikert egy támadáshoz. Amennyit elfordítasz, annyi plusz siker. Azért van lila is, meg piros is, mert egy támadásban egyszerre mindig csak egy szint használhatsz fel, vagy lilát, vagy pirosat. Tehát hiába van itt most 3 lapja Mace Windunak, amikor támad, vagy a 2 pirosat használom, vagy az 1 lilát. A kék lapokkal lehet még egyet mozogni, tehát majd egy lépés lesz nem bele, hanem magunkkal, majd mindjárt kiderül, hogy hol kezdünk. Egy akciópont, egy lépés. De hogyha van kék lapunk, azokkal szállító járművek, akkor azt elfordítva még egyet léphetünk majd. És vannak a zöldek, ez a pandemik eseménykártyája, bármikor bárkinek a körében eldobod, és végrehajtod a hatást, jelen esetben mozgass egy Jedit bárhová. Gyakorlatilag ez a pandemik helikoptere, csak itt Hondo Onakának hívják, ő jön segíteni átdobni minket. Már most mondom, hogy ennek a játéknak, hogyha valódi asztalon játszotok, kipakoljátok, feltiszitek a szuper jó kis droid figurákat, ott van a kezetekben tényleg az Anakin figura, feltiszitek a kezdőbolygóra, elkezdtek játszani, és úgy játszotok, hogy elolvassátok itt az alsó színesítő szöveget, hogy mi is a feladat, hogy meggátoljátok a sötét nagyúrnak a terjeszkedését, vagy éppen a főgonosznak a terjeszkedését. Szóval, hogyha úgy játszotok, hogy közben van egy kis Star Wars zene, meg megadjátok ennek az egész hangulatát, akkor ez egy baromi jó kis Star Wars játék. Hogy pandemik játéknak mennyire jó, arról majd a végén. És nézzük is akkor a játékot. Kezdésnek van mindenkinek egy ilyen áttekintője, ezt meg kell keverni, és mindenki kap egy lapot. Ez mutatja meg, hogy hol kezdjük a játékot. Na hát Yoda a Naboon kezd, aztán Anakin Skywalker a Kaminón. Kamino, itt vagy. És akkor Mace Windu pedig a Coruscanton. Úgyhogy ezek a kezdő helyek. Elég fura a szabály, hogy azt mondja, hogy az a kezdőjátékos, aki több droid hívónevét fel tudja egy levegővétellel sorolni. Ha még nem is tudtok hívóneveket, akkor majd megtanuljátok a játék közben. Mi mindig kidobtuk kockával, hogy ki kezd, de most kezdjen Yoda, és akkor mindig ő lesz a kezdőjátékos, és mindig körsorrendben órajárás szerint haladunk, addig, amíg meg nem oldjuk az összes küldetést, majd a végső küldetést, vagy addig, amíg a fenyegetés jelölő el nem ér Palpatinehoz. Úgyhogy Yoda kezdi a játékot, és milyen akció lehetőségek vannak. Itt van egy ilyen akciókártya. Egyrészt van a mozgás, átmozogsz egy szomszédos helyre, van az erősítés, ilyenkor húzol egy új kártyát, van a támadás, ilyenkor a bolygódon vagy dobsz a kockával, és minél több sikert akarsz dobni, ezek a karikás, csillagos dolgok, mint Amerika kapitány pajzsa, azok a sikerek, és minden egyes ilyen robbanásikon az pedig a sérülés. Ahhoz, hogy megölj egy kicsi droidot, kell egy siker, ahhoz, hogy megöld a főgonosz kártyája jobb felső sarokban látható összeget kell összehoznod, a blokádnak pedig 2-es élete van. Tehát jelen esetben, hogyha ez egy valid lépés lett volna most tőlem, hogy egy akció idejövök, egy akció támadok, kidobok 2 sikert,
akkor meg tudok beleölni egy droidot, de őt nem, mert teljesen le kell sebezni, tehát nem marad meg rajta a sebzés, vagy összehozok három sérülést, vagy nem. Na de ezekre lennének jók, mondjuk ez most Mace Windu volt, ezek a lapok, hogy elfordítom mondjuk ezt a két pirosat, akkor ez ad hozzá plusz két találatot, vagy sikert, és akkor ez már megvan a négy siker, leszettem egy droidot egyel, és hárommal leszettem a Sidewinder-t. És akkor ezek így maradnak a következő köröm kezdeti. Tehát ez a támadás. Mivel kidobtam egy csillagot, ezért egy lapot sérülök, el kell dobnom egy lapot. Hogyha a támadás után marad fent karakter, a bármilyen figura, ellenséges figura a bolygón, mondjuk kidobtam volna ezzel a nullásat, és nem tudnék így sebezni csak kettőt, akkor ugye leölném a droidot, ő fennmaradna, akkor még egy plusz sérülést okoz minden egyes fennmaradt egység a pályán, és azon a bolygón. Ugye a támadással óvatosan kell. Sokszor ki lehet egyébként úgy is matekozni, hogy odamész, és tudod, hogy van elég kártyát hozzá, tehát ez egy kis bónusz, hogy esetleg mit dobsz. Legtöbbször igazából annak örülünk, hogy üreset dobtunk, vagy egy siker van rajta, mert akkor nincs rajta sérülés, és akkor megmaradnak a lapjaink. És akkor az utolsó lehetőség, hogy oda megyünk egy küldetést jelző zónához, és akkor végrehajtjuk a küldetést, azaz elfordítunk annyi darab adott kombinációjú lapot, például 6 tetszőleges piros lila sárga kártyát, itt lehetne 6 piros lap, vagy lehetne 2 piros, 2 lila, 2 sárga, ahogy tetszik, és hogyha ez sikerült, igen, ehhez is dobunk a kockával, tehát itt is hozzáadódik majd érték a kidobástól függően, megsérülhetünk is, meg megsérüljük azt az extra sérülést, ami a lapon van. Például most nullát dobtam. Ennyi igazából, ez a 4 akció van, szóval nincs olyan sok opció, ebből kell kihozni, amit tudunk, amit lehet. És akkor kezdjünk is Jodával. Jodának tehát az az akció, hogy valakit, egy másik Jedit mozgathat kettővel. Hát ezt majd mindjárt kitalálja, hogy mikor meg hogy, de először ő húz egy erősítést, lila kártya lett. Ez elég jó, de húz még egy lapot, hogy legyen 5 lapja. Na, itt van egy sárga speeder, ez majd segít neki védekezni, és hogyha már ott van, akkor a harmadik akciója az, hogy dob a kockával, harcol ellenük, 2 siker, tehát nem kell elfordítania semmit. A két droidot leszettük, és lila kártya majd kell a Lost One-hoz, meg a Weapons Factory-hoz is, úgyhogy elindul abba az irányba, maradt még egy akciója, úgyhogy átmegy ide a Ródiára. Ezzel el is ment a 4 akció, még a saját ingyenes akciójával. Hát, lehet, hogy Anakin Skywalker, hogy el, neki van egy lilája. Ő lesz a következő játékos, és itt van egy 3-as droid csapat. De lehet, hogy Mace Windut is közelebb hozhatná. Mace Windut közelebb hozza ide, a Lola Sayuhoz. Jó, ennyi volt Yoda köre. Most jön az, hogy aktiváljuk a főgonoszt, levesszük róla ezt az emlékeztetőt, nincs Mission Planeten, és akkor Assassin, hogyha jó a táblán van, dobjunk a kockával. Itt a kocka. 1. Mozgasd Ventress-t annyival közelebb a legközelebbi küldetésbolygóhoz, amennyit kidobtunk, úgyhogy egyel közeledik. Jön erre. Majd minden Jedi az ő bolygóján, vagy egy kapcsolódó bolygón elszenved egy sérülést. Hát itt van sajnos Mace Windu, úgyhogy Mace Windu sérül egyet, és Windunak nincsen sárga lapja, úgyhogy egy lapot el kell dobnia, eldobja ezt a lila kártyát a dobópakliba. Oké, ez megvolt, most jön az invázió a Tatooine-ra, majd pedig az Onderon-ra. A Tatooine az itt van, az Onderon pedig itt. Jó, hát a következő játékos, ő pedig nem más, mint Anakin Skywalker. Nincs kék lapja, jó lenne, hogyha húzna kék lapot, úgyhogy az első akciója egy erősítés, a második is egy erősítés, nem jött kék lap, ez nagyon kár, mert így nem tudja ezeket leütni, hiszen az még 2 lépés lenne. Ugye van egy olyan, hogy átmozoghat bárki bárhova, de az túl jó ahhoz, hogy csak 2 mozgásra használjuk el. Viszont egyre több jó lapja van, lila, piros, ami a fegyvergyárhoz nem lenne rossz, úgyhogy mozog 1-2 ide a geonózisra.
hát ha sikerül majd ott a küldetés. És ennyi volt az ő köre, úgyhogy jön Asszaj. Ugyanaz a kártya kijött, azaz dobunk a kék kockával, Asszaj közeledik egy küldetéshez kettővel, itt 1-2-3-4, 1-2-3-4, mert sok, úgyhogy a fehér fele jön, 1-2-t, és akkor megint sérül egyet Mace Windu, el kell dobni egy lapot. Ennyi. Invázió. A Kaminón és a Riloton. Innen a Rilotra és a Kaminóra. Na jöhet Mace Windu, akinek egy kártyája maradt, viszont ő tud itt segíteni, innen, meg innen is áthúz egy-egy droidot, ez volt az ő ingyenes akciója. Aztán erősíti magát, piros, még egyet erősít magán, még mindig van kettő, na itt van egy kék lap, Acclimator. Maradt még két akció, el kéne indulni, teljesíteni küldetést. És itt lila, piros és sárga kell, 1-2-3, 1-2, tehát itt már lenne 5, úgyhogy először is, hát igen, csak hogyha meg csatázok. A csatázok az nem olyan jó, elhasználja Anakin Skywalker Hondónakát, és akkor mozgatja Windut ide. Azután Windunak még mindig van két akciója, úgyhogy erősít egyet Padmé Amidala, a következő Jedinek, vagyis az aktuális Jedinek két extra akciója van. Még egy akciója maradt, azzal megcsináljuk ezt a küldetést, úgyhogy dobunk a kék kockával, és ez üres. Ez azt jelenti, hogy 6-ot össze kell hozni pirossal, lilával és sárgával. Egy piros, egy piros, egy piros, egy sárga, egy lila, egy lila. Ez mind így elfordul, elhasználódtak, de megvan a 6. Egyet sérül Mace Windu, úgyhogy el kell dobnia valamit, olyat is el lehet dobni, ami el lett fordítva. Az a baj, a piros is kell, meg majd a kék is egy pirosat eldob. Viszont a küldetés teljesült. Itt van, hogy legalább kettő Jedinek kellett ezt végrehajtani, és a küldetésnél, amit nem mondtam el, de láttátok, mindig beadhatja a többi karakter is alapjait, hogyha azonos bolygón tartózkodnak. Meg volt az egy sérülés, sikeres volt a küldetés, úgyhogy jön a következő. Cat and Mouse, macska és cica, nincs messze ez a feladat. Lilákat és kékeket kell beadni, és amikor felhúzzuk, helyezzünk egy blokádot a Christophsizra. Ez már nagyobb gond. Ez így nehéz lesz. Meg kell először nyakni a blokkádot ahhoz, hogy a küldetést teljesíthessük. Most esetleg még lehetne neki két extra akciója. Nincsen sok lapja. Máshoz is fel lehet majd használni. Még nem használja el a Midalát. Lássuk, Ventress mit tevékenykedik. Ettől féltem. Bolygó ostrom alatt. Növelni kell az invázió jelölőt, azután fel kell húzni a pakli legalsó lapját. Ez a Monkala lett. A Monkalára felkerül fixen 3 droid. Majd pedig megkeverjük a paklit, és visszatesszük felőre. És most történik meg az invázió, 3 lap. A fehér küldetés bolygójára kerül egy droid. Aztán a Kaminóra kerül egy droid. És több nem kerül fel, mert 2-t húztunk. Úgyhogy jöhet a következő játékos, visszakerült Jodára a sor, visszafordítaná az összes lapját, de hát mindegyik még jó állapotban van. Itt most nagyon nagy gond van, úgyhogy Joda átjön egy lépéssel ide, utána erősít egyet, az úgy már 2 akció, egy újabb lila, te jó ég. Egyedül 1-2-3-4-5, akár egyedül is sikerülhet neki, csak először most harcolnia kell, úgyhogy a harmadik az az, hogy harcol, hogy dob a kockával, és hoho, 2 találat, 1 sérülés, úgyhogy a blokkádot alsó hangon leszettük, az 1 sérülés miatt ezt elfordítja, azzal kivédi,
És jelenleg most kérdés, hogy üssek-e még, jó lenne még egy droidot levenni, de akkor már csak 4 lila lap marad. És ehhez a küldetéshez lila kell, meg kék. Most kockáztatok, elfordítok még egy lilát, az hozzáad egy sikert, úgyhogy még egy droidot leszettem. Ezután használom a szuperképességet, azaz oda mozgatok egy Jedit magamhoz, 2 lépéssel, Mace Windu, ide mászik. És akkor megpróbáljuk a küldetést is megoldani. Ez a 4. akció, mert mozgott, erősített, harcolt, most pedig küldetés, hoppá. Oda elfekszik, azt a mindenit kidobtuk a legjobbat. Azért hoztam oda Mace Windut, mert nekem van 4 jó lapom, és adott esetben ő is felhasználhatta volna a kék lapját, az úgy már 5, tehát elég lett volna egy sikert kidobni, mert itt van 3 siker meg egy sérülés, úgyhogy a 3 sikerhez kell még 3 másik, hogy meglegyen a 6, úgyhogy 1, 2, 3. Megvan a 6, ezen van egy sérülés, meg ezen is van egy sérülés, úgyhogy ez azt jelenti, hogy 2 lapot el kell dobni, legyen az egyik ez a sárga, a másik pedig egy elhasznált lila. A sérülés megvolt, teljesült a macskaegér feladat, úgyhogy most már egy bolygó maradt utoljára, ez itt az Obadiah, ezért mind a két jelölő oda kerül. És most esetleg lehet gondolkozni megint azon, hogy Mace Windu elhasználja Amidalát, és akkor Yoda kapna 2 akciót, de jó lesz az még későbbre, ennyi volt Yodának a köre, jöjjön a szájlapja, Night Sister. Én nővér. Hogyha Ventress a táblán van, mozgass Ventress egyel közelebb a legközelebbi küldetéshez. Azután minden Jedi a bolygóján, vagy kapcsolódó bolygón kimerít egy lapot, nincsen ott senki. Ezután húzz egy másik gonosz kártyát. Stalk. Hogyha a táblán van, akkor egyel közelebb mozog a legközelebbi küldetéshez. Oda mozgott, és ezt majd szerintem mindig akkor kell ellenőrizni, amikor a villanydeckről húzunk, tehát most még nem. Egyszerűen csak oda mozgott. Ha nincs a táblán, akkor felkerülne arra a táblára, arra a bolygóra, amit éppen mutat a pakli. Tehát a Kaminóra jelenleg. Oké, 2 inváziókártya, Umbara, valamint Mustafar. Mustafar és Umbara. Itt az Umbara. Ezért jó, hogy ide áthúzottod onnan droidokat. Windu mester. Oké, új kör, Anakin jön, minden lap visszaforog. És akkor az utolsó feladat, az Obadián pirosak, lilák, ebből már van 3. El kell jutni az Obadiára. És ott most Asszály vigyáz is a feladatra, tehát először le kell ütni őt. Hogy húzok egy lapot, első akció. Húzok egy lapot, második akció, kék legyen. Nem kék. 3, 4. Ad neki egy Padmé Amidalával 2 extra akciót, Mace Windu. Úgyhogy így a 4 akció megvolt eddig, de kapott még 2-t, úgyhogy lép még egyet, és az utolsó akciójával megtámadja az ott tartózkodóakat, Asszályt és a kis droidot. Egy siker, és akkor összesen 4 kellene nekem. És akkor 1, 2, 3. És ezeket legyőztem. És nem dobtam találatot, úgyhogy nem sérülök. Úgyhogy igazából elforgathatnám a sárgát nem. De elforgathatnám a sárgát is. Ó, akkor csináljuk úgy, hogy a 3-at. Én ugye azért forgathatom el a sárgát, mert Anakin szuper képessége az, hogy az összes lapot kezelhetem pirosként, úgyhogy ezt pirosként kezelem, egy, ezt is pirosként kezelem, az is, meg ezt is pirosként kezelem. És akkor ez megvolt így a 3 extra találat. Vagy a kis droidot fent hagyom, És akkor ezt nem forgatom el, ezt a lilát. Mindezt azért teszem, mert így már vagyok a küldetés helyszínen 4 lilával, és akkor már csak 3 extra lappal kell oda jönnie valakinek, vagy jót dobnia. Vége a körömnek. Ez a reminder most emlékeztet rá, hogy megtörténne az előrehaladás, de nincs már ott Asszály, mert Anakin elzavarta, Stalk, mozgass Ventresst egyel közelebb, de nincs a pályán, úgyhogy a Mustafarra kerül, nagyon jó, mert jó messzire. Ezután azonban, jó, ezen nincs olyan, hogy újra kell húzni. Remek!
Megkeverjük a paklit, elfogyott, ide pedig jön megint kettő, a Christophsis és a narancs bolygó. A Christophsisra jön egy droid, nincs robbanás, a narancs küldetés pedig itt van, úgyhogy az Obadián már van két droid. Ő miattuk lehet nyugodtan csinálni küldetést, csak a blokád és csak a főgonosz az, aki képes megakadályozni minket a küldetésben. Na jöhet Mace Windu, aki visszafordítja ezt a piros lapot. Neki van egy hajós kártyája, úgyhogy ő tud mozogni olyat, hogy 1-2, egy akció, 2-3-4, de az még kevés akció. Sajnos az nem elég. Úgyhogy húz egy lapot első körre, hát a kék nem. Másodikra húz egy újabb lapot, harmadikra csatázik. Kettő találat, meg egy sérülés, úgyhogy két droidot leveszünk, meg elfordít egy pirosat, akkor még egyet. A sérülés pedig kivédi a most húzott AT-TE. Nagyon hangulatosak a kártyák, imádom ezeket a grafikákat. Oké. Ja igen, itt fordítom el, nem a... Így. És akkor volt eddig két erősítés, meg egy csata, és akkor használom a hajót, és mozgok kettőt ide. És ennyi. Ott maradok. Nincs több akció. Lássuk, mit tesz Asai. Dob a kockával, és amennyit dob, annyival közeledik. Puff. Egy. Szerintem erre rövidebb. Majd pedig minden Jedi mellette vagy rajta elszenved egyet, akkor Yoda eldob egy kártyát. Terjed a birodalom a Naboo-ra és a Rilotra. Itt az egyik, itt a másik. Yoda mesterjen. Visszaforgatja a lapjait. Van három lilája, és mozgathat egy Jedit kettővel, de magát nem. Nincs kék lapja, úgyhogy ugyanúgy nem tudod eljutni időben. Úgyhogy először húz egy lapot, piros. Hát, Mace Windut ingyen mozgatja ide kettővel. Második akció még egy lap. Okoz két sérülést a bolygódon. Még maradt két akció. Hát egyel ide mozog, és egyel pedig harcol. Egy siker, elfordít egy pirosat. Két droid leszedve. Kör vége, úgyhogy gonosztevő assassin. Dobunk megint a kékkel. És egyel közeledik. Szomszédban nincs senki. Úgyhogy két invázió, Ord Mantell és Lola Sayu. Az Ord Mantell az itt van, a Lola Sayu pedig itt. Necces, necces, necces. Jöhet Anakin. Van neki ide 1, 2, 3, 4, 5 kártyája. Akár egyedül meg is próbálhatná a dolgot. De először húz egy kártyát, ez az első akció, úgyhogy lett, ez nem jó, ez nem jó lap. Úgyhogy másodikkal megint húz egy lapot, így 2, 4, 6, 8 lapja van, ezt el is dobom, amit húztam. A harmadikkal megint húzok egy lapot, C-3PO és R2D2, tökéletes. Mert hogyha eldobom a küldetésnek a bolygóján, akkor hozzáadhatok két sikert. Utolsó akcióval küldetésre dobunk. Ohó, azt a mindenit. Hát, túltoltuk a küldetést nagyon, ebben van három siker, és akkor piros, lila, kék, három siker, 4, 5, 6, 7. Mondjuk lehet, hogy a végére ezt jó meghagyni. Akkor 6 és 7. Ezeket a kivédéseket most arra használom, hogy az az egy csillag, meg az az egy csillag,
Azt így kivédjük. Oké, kivédtük, teljesült a küldetés is. Amikor kész, helyezzünk minden gonoszt Obadiára. Oké. Nem maradt több akció, viszont amint az összes küldetéssel készen vagyunk, megfordítjuk a gonosztevő lapját, és akkor lássuk a finálét. Helyezzük Ventresst és mindkét küldetés jelölőt a Sullustra, és töltsük fel a Sullustot 2 droidig. Sullust, itt van, küldetés jelölő, itt van, droid, itt van. Jöhetnek a droidikák, vettem. Feladat, tegyük vissza ezt most már a dobozba, ez nem számít. És amikor teljesül a dogfight, tehát itt egy űrcsata lesz, pirossal és kékkel kell 10-et összehozni, akkor nyertünk. Na lássuk, Ventress mit csinál? Egy epidemic. Most már 3-at fogunk húzni, alulról feljön a Mandalore, úgyhogy arra kerül 3 droid. Mandalore, hol van? Na. Itt van. Egy blokád. És növekszik a fenyegetés. Most azon gondolkozok, hogy a Christoph Sisra miért került blokád. Ott lehet, hogy növekednie kellett volna a fenyegetésnek. Már nem emlékszem, hogy miért került oda blokád. Minden esetre növeltem ott a fenyegetést. Utólag is. Jó. Mandalorra kerültek, most ezeket össze kell keverni, és akkor innen most jön ki 3 lap. A fehér bolygó. Egy droid. A Mustafar. Egy droid. Mindjárt elfogy a készlet is. És végül a Rilot. Egy droid. És jöhet a következő játékos, Mace Windu. Jó messze került. Oda le kell jutni, le kell csapni Assai-t, meg itt ezt a sok droidot is nyírni kéne. Úgyhogy 1-2, ez egy akció, mert van a fehér lap, a kék lapja. Utána egy csata, de csata előtt húz egy lapot. Oké, még egy piros. Tehát eddig volt ez két akció, egy mozgás, meg egy erősítés. 2 siker, elhasznál hozzá még egy pirosat, akkor mindenkit levett. Ingyenes akciójával átszipkázik a szomszédokról droidokat. Így. Akkor a következő akciója az még egy erősítés, és még mozgott, erősített, harcolt, akkor még egy harc. Nézzük. Egy találat, meg van itt még egy piros, meg még egy piros. Erre mondtam, hogy nem dobunk sérülést, ez a jó, ez a szuper. És akkor 3 droidot leszettünk. Nézzük, mit csinál Assai. Mozgasd Ventresst egy bolygóval közelebb a legközelebbi küldetéshez, majd minden Jedi onnan eldob egy lapot, nincsen ki a közelben, majd húzd egy másik kártyát. Mozgasd egyel közelebb a legközelebbi küldetéshez, oké. Ott van. Nézzük a lapokat. Ord Mantell, narancsbolygó. Ord Mantell, az itt van. A narancsbolygó itt, akkor rákerül egy blokád. És növekszik a fenyegetés. Valamint Lola Sayu, azt most mentettük meg. Yoda jön! Kéne neki egy kék kártya, úgyhogy az első akció egy laphúzás. És ott van, ez az, a Delta 7-es, az egyik kedvenc hajóm. Úgyhogy elhasználja a Delta 7-est mozgáshoz. Ez a második akció, a harmadik akció, hogy ide lép, és akkor még maradt egy akciója, az támadás. Van itt blokád minden, fú, ez nagyon durván, jót kéne dobni, megvan a 3 siker, megvan a 3 siker. Ez még hozzáad 2-t, ezt el is használja, az úgy 5 siker, akkor az azt jelenti, hogy 3-2, az megvan az 5, és akkor még elhasznál 3 lilát. Fú, ez de szerencsés dobás volt.
És akkor a három droidnak is annyi. És sérülés van rajta egy, úgyhogy egyet el kell dobni, most már nem nagyon akarok repcsízni, mondjuk ez meg kell a küldihez. Kék és piros kell, úgyhogy akkor egy lilát használok el. Ez egy jó kör volt. Ez egy nagyon jó kör volt. Nézzük, mi az ellenlépés. Tegyük fel, erre a bolygóra, Lola Sayura. Oké. Oda tettük a szájt. Három kártya. Kamino. Kamino veszélyben. Christophsis, ott nincsen gond. És végül Umbra. Megmentettük az előbb, Mace Windu. Jól tette, amit tett. Jöhet Anakin. Visszafordul minden. Ugye Anakinnak már eleve lesz kettő sikere, de csak egy piros kártyája van, meg valahogy le is kéne jutnia oda. Úgyhogy húz egy lapot. Első akció. Ez az. Venator. El kell valamit dobnia. Egy lilát eldob. A második akciójával használja a Venátort. 2, 4, 6, 8, 20, túl sok lapja van. Így. Használja a Venátort, és akkor mozog 1, 2. A harmadik akcióval... Hú, nem használta Yoda a képességét. Azzal hozhattam volna magamat közelebb 2-vel. Már mindegy. Így jártam, erre figyelni kell. Eddig volt ez két akció. Húzok még egy lapot. Ezt el is dobom. És még egyet megyek közelebb. Ennyi. Lássuk a szájt. A táblán van, egyel közelebb megy a legközelebbi küldihez. Erre tud jönni. Ennyi. Ez jó. Három lap. Mandalore. Naboo. Mandalore, Naboo, és a Tatooine. Jöhet Mace Windu. Mace Windu itt van, van neki kék lapja, elhasználja. Egy, kettő. Ezután az ingyenes képességével áthúz egy, kettő droidot. Aztán ez volt eddig egy mozgás. Aztán jön egy csata. Opa! Kettő. És elhasznál egy piros lapot, és akkor úgy három droid. Egyet sérül, de szerintem van egy jó kis tankunk, úgyhogy kivédtük. Ez volt eddig két akció. Erősít egyet, meglép egyet közelebb. Assignál jön az Epidemic. Ez megy egyet előre, felkerül három a kasíkra. Ez a három megy a Wookiekhoz. Ide. Ezt megkeverjük. Megy vissza és húzunk belőle hármat. Lehet, hogy most vesztettük el a játékot? Fehérre rákerül egy droid. Azt bírjuk. A Kaminóra rákerül egy, azt nem bírjuk. Jön egy blokád. Az egy threat előre. És egy a Naboo-ra. Hú, oké, azt is bírjuk még. Jöhet Yoda mester. Yoda mester azt csinálja, hogy oda hívja magához Anakint. Ez az első ingyenes akció. Utána erősít magán. Egy lap, nagyon jó. Még egyet erősít. Palpatine kancellár. Dobjuk el, hogy egy Jedi eldobjon egy kártyát, hogy húzzon hármat. Ez jó. Ez jó, el is használom. Lila lap nem fog kelleni. Piros kell és kék. Úgyhogy ezt elhasználja, ez nem kerül akcióba. Egy, kettő, három. Kettő jót húztunk. Ez a másik kedvencem, az Éta 2-es. Imádom ezeket a hajókat. 2, 4, 6, 7 lapja lett. És akkor eddig ugye csináltunk
egy-két lap húzást, akkor maradt még két akció. Akkor próbálkozzunk meg a küldetéssel. Gyerünk, hoppá! Nézd, mint Doom megpattan, ott a három siker, a nagyon szerencséseket dobok. Az három, akkor piros és kék 4, 5, 6, 7, 8, és akkor elhasználhatja akár ezt Anakin, 9, 10, és megvan, de egyébként még ő is el tudna forgatni egyet, és akkor úgy 11. Na igen, amúgy ez nehéz volt. Jót kellett dobni, legalább ketteset. Mert a Venátor el van itt fordítva, de hát megvan a 10. Úgyhogy amikor teljesül, megnyertük a játékot. Úgyhogy siker. Örülünk. Na, hát ez a Star Wars Pandemic játék. És amikor egy pár héttel ezelőtt megjelent, hogy jön magyarul, meg jön egyáltalán úgy a boltok polcaira, akkor természetesen, mint mindenkor ez kicsi hype-ot kapott, sőt, egy picit negatív hype-ot is, hogy már minek megint egy Star Wars játék, meg minek megint egy Pandemic játék, amiből van egy rakat, ráhúzzák mindig azt az egész rendszert valami tematikára, nagyon minimálisan változtatnak rajta, és akkor vagy jó lesz, vagy nem. Nálam egyébként még mindig az alverziók közül a spanyol tetszik legjobban, nem jut eszembe hirtelen az alcíme, de van egy olyan, ami a pestis járványok idején játszódik Spanyolországban, szerintem az a legzseniálisabb játék. Van a Holland Pandemic, aminél az előkészület az borzasztóan rossz, meg nekem nem tetszik, hogy minden a holland nyelven van, és nagyon nehéz beazonosítani a helyeket. Az egy trükkös játék, de szerintem nem játszatja magát elég jól. Van a római, a Róma bukása, ami szerintem úgy nem lett egy rossz játék, de nem tudok olyan kiemelkedőt mondani, abban már szintén van egyébként kockadobás, és van benne egy-két ötletes megoldás szintén. Nálam mondjuk még mindig a legacy pandemikek viszik a pálmát, és az alappandemiket is nagyon szeretem, főleg online játszogatok már vele mobilon. Van egy Cthulhu-s pandemik, az megvolt, eladtam, nem volt rossz, de ott nagyon érződött az, hogy ráhúztuk a tematikát. Talán abban érződött leginkább az, hogy nem adott túl sokat hozzá, csak egyszerűen egy tematikát kapott, és nem működött vele annyira extra jól. De jó a játék, csak már a sokadik pandemikes rendszerű játék után nekem nem adott extrát, meg hogyha már Cthulhu-s játékkal játszanék, akkor nem pandemik rendszerűt keresek. Úgyhogy nagyon sok pandemik játék kijött, és ezt látva szerintem még fognak is majd ránk szórni játékokat. És én úgy azt fogalmaztam meg már az első játék után, de azóta is ugyanez a véleményem, hogy ez a legkevésbé pandemikebb pandemik, és ez a legcsaládiasabb pandemik az összes verziók közül. Ebben kell a legkevesebbet számolgatni, ebben kell a legkevésbé azt figyelni, hogy hova jöhet majd ki droid meg. Jaj, nehogy robbanjon, mert akkor a szomszédban is van három, és akkor tovább robban, stb. Ez a legrandomabb is olyan szempontból, hogy nem tudjuk, hogy a gonosztevű pakliból hogy jönnek ki a dolgok. Azért a játékos pakliban, ahogy megvoltak a lapok, szerintem a számolhatóbb volt, de mondjuk itt is valamennyire számolható, mert tudjuk, hogy a hat lap közül az egyik az majd epidemik kártya lesz, vagy hát ez a roham a bolygón, vagy hát a ostrom a bolygón. Viszont újrajátszhatóságban magasan az egyik legjobb pandemiknek érzem, meg kell, hogy valljam. Eleve a karakterek nagyon jók, végre változtattak egy picit az eddigi pandemikekben, mindig azt éreztem, hogy ugyanazt a karaktert kapjuk meg, ugyanúgy van egy, aki mozgat, meg aki ezt csinál, azt csinál. Itt is valamennyire beazonosítható, de mégis én nekem olyan jobb érzésem volt tőle, és illeszkedik a tematikához. Itt van Ashoka, ő kimeríthet egy vagy két lapot, és annyi sérülés leoszt azonnal a bolygójára, vagy egy szomszédos bolygóra, tehát ő például a szomszédból le tud szedni egy blokádot, és tök jó. Aztán itt van Luminara Unduli, 22 kártyát, az egyiket megtartja, másikat eldobja, de ha van az ő bolygóján egy másik Jedi, akkor amit eldobott, azt a másik Jedi kapja meg. Obi-Wan húz 4 lapot, ebből egyet megtart, 3-at a pakliájára tesz tetszőleges sorrendben, és Ayla Secura pedig mozog ingyen 2 mező, tehát neki minden körre van 2 extra mozgása. Ezek nagyon jó. Nagy változatosság nincsen a küldetés kártyák között, de mégis az, hogy van 24 küldi, ebből akár 4-5-6 is a játékba kerülhet. Tök jó kis változatosságot visz, van mindegyikhez valami kis sztori,
Nekem ez nagyon-nagyon bejön. Ezek a eseménykártyák itt, hogy ártudítot játszom ki. Baromi jó az, hogy ezek, ahogy megvannak rajzolva, nagyon-nagyon tetszik. Ahogy megjelennek a klónkatonák. Gyönyörű, iszonyatosan adja a feelinget. Tehát oké, kis apróság, de mégis nagyon sokat hozzátesz a hangulathoz. Én mindig megnéztem a játék során, hogy melyik űrhajó jött, és akkor, amikor el kell dobni két kék kártya közül egyet, akkor azt az űrhajót hagytam meg, ami közelebb van a szívemhez, vagy a menübet, vagy ilyesmi is. És hogyha ez benne van egy játékban, az tök jó. Mert szívesebben leül vele az ember játszani. Az, hogy van négy főgonosz, és mindegyik máshogy működik, nem akarok spoilerezni, nem mutatom meg a pakliaikat, meg a képességeiket, de mind egyedi, mind máshogy működik. És innentől kezdve, hogyha ti most leültök 1-5 főig játszani a játékkal, más-más karaktereket hoztok, más bolygón kezdtek, más gonosz van a játékban, simán van benne egy olyan 5-10 játék, ahol még nem ismétlődött semmi. És hogyha utána a 10. játék után ismétlődik valami, mi történik? Semmi. Tehát, hogyha már én azt szoktam mondani, hogy ha már egy játékba 10 játékot beleteszel, az már nagyon-nagyon jó dolog, és ebben a játékban simán benne van szerintem az, hogy beleteszünk 10-et. Úgyhogy eddig nagyon pozitív lehet, amit mondok róla, de higgyétek el, hogy ez egy jó pandemik játék lett, mert nem pandemik játék, hanem egy családi Star Wars játék, ami használ egy-két mechanikát a pandemikből. Aznak viszont, aki pandemik játéknak veszi meg, óriási csalódás lesz. Aki Star Wars játéknak veszi meg, mint családi játék, az iszonyatosan fogja élvezni, nem kell, hogy ismeri a pandemiket, néha zavaró is, mert bennünk vannak azok a metódusok, elemek, hogy eldobnánk a lapot, meg hogy keverődik vissza a pakli, meg figyeljünk a squad paklira, el ne fogjon, meg hasonlók. Nem, el kell felejteni ezeket a dolgokat, jön minden, ahogy jön, egyszerű megtanulni, magyarul játszható, és egyetlen egy dolog öli meg azt, hogy én ezt családoknak javasoljam, az ára. Hogy 25.000 forint, lehet, hogy nem annyi, hanem 23.990, vagy 24, vagy lehet, hogy mikor nézed a videót, le lesz akciód valahol 21.990 forintra, de szerintem még, hogyha használtam benéd meg, akkor is egy 20-as. És a játék komponensei alapján, meg a minősége alapján abszolút megéri ezt a 20-ast. Tehát ezek a blokádok, ezek a figurák, egy óriási nagy, tényleg ilyen hatalmas nagy kocka. Nagyon szépek ezek a jelölők, amik benne vannak, ilyen azul, mint az azul csempé, olyan jelölők vannak benne. Ez a droid hajó nincs itt, ez csak egy ilyen móka, aki csinálta ezt a tabletop modot, hogy oda tette, mint egy húzózsák, hogy abból vesszük ki. A droidok különböző féleképpen néznek ki. Itt most egyfajta kinézetük van, de a játékban van vagy 3-4 fajta ilyen figura típusa egy droidnak, ami csak hozzáad hangulatilag, de tök jó. A lapok gyönyörűek, nagyon jó minőségű az egész. Egyetlen egy dolog bánt, az tényleg ez a tábla, ami olyan, amilyen funkcionális, fogalmazzunk így, működik, de nem extra, tehát nem olyan jó érzés ránézni, meg sokadik játék után is keresni kell majd a bolygókat, de hangulatilag nagyon ott van. Szóval, hogy családoknak ezért nem javasolnám, mert a családi játék kategória az nálam mindig azért az olcsóbb játékok közül kerül ki. Mondjuk egy Marvel United, ami 12-13 ezer forintért kapható volt, amikor megjelent, az még beleférhet, de egy család, hogy kiadjon csak úgy 20-25 ezeret egy játékra, az necces még a mai világban is. Nyilván tudjuk ennek az okait, hogy miért mennek ilyen meredeken fel a játékok árai, és nyilván ebben sok szerepe van annak is, hogy az árfolyam sajnos nagyon-nagyon magasra felfele szökött. De hát ez a világ van. Mégis azt mondom, hogy ha valaki egy családi játékot keres, vagy családi játék típusú Star Wars játékot keres, és hajlandó kiadni ennyi pénzt, akkor ez egy nagyon-nagyon jó választás, mert magas újrajátszhatósága van, egyszerű szabályai vannak, élvezetes, izgalmas, kooperatív, lehet a nehézséget azzal bővíteni, hogy még több lapot keverünk bele a küldetés pakliba. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok ezzel a játékkal, örülök neki, hogy megvettem, nem is gondolnám azt, hogy eladom, de ha tegyük hozzá, hogy én nagyon-nagyon szeretem a Star Wars-t, nagyon-nagyon szeretem a pandemiket, és az a pandemik játék képes volt valami kis újdonságot adni, ami az eddigiekben nem úgy volt, viszont szerintem nem úgy fogom ezt a játékot valaha elővenni, hogy na, akkor pandemikezzünk egyet, és akkor azok közül legyen a Star Wars-os, hanem ezt egy különálló játékként gondolom, ami nem pandemik, hanem egy Star Wars játék, ahol közösen klónkatonákat öldösünk,
és megpróbáljuk legyőzni éppen Grievous-t, vagy Mault, vagy pedig talán a legkeményebbet, Dooku grófot. Úgyhogy ez lett volna a Star Wars The Clone Wars Epidemic játékismertetőm meg bemutatóm. Remélem, hogy tetszett nektek, meg érdekesnek találtátok, és ezután jobban el tudjátok dönteni azt, hogy akartok-e adni neki egy esélyt, akár csak egy játék erejéig, hogyha bementek egy-egy klubba vagy boltba, akár pedig úgy, hogy megvásároljátok. Óvatosan, mert drágák a játékok, jól találjátok ki azt, hogy mit vesztek meg, de szerintem egy jó játék megéri azt az árat, amit ráaggattak, bármennyi is legyen az, hogyha az valóban jó, és a ti csapatotokhoz, családotokhoz, közösségetekhez, barátaitokhoz illik, arra nem éri meg, hogy ott álljon a polcon, nem lesz soha egy különleges játék ez, hogy majd 20 év múlva mennyit fog érni. Egy Star Wars játék a sok közül, de azok közül szerintem kiemelkedik, és nagyon jó kis okos rendszere van. Úgyhogy nekem bejött, én megszerettem, és remélem, hogy ezen bemutató alapján ti is hasonlóan fogtok majd érezni iránta. Írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltok a játék áráról, tartalmáról, és arról, hogy milyen a játékmenet ennyi alapján, amit láttatok, vagy hogyha már próbáltátok élőben, és találkozunk majd valamikor egy következő videóban, meg találkozunk a Find the Source kampányomban. Nagyon remélem, hogy minél több támogatót tudunk oda gyűjteni, és látjátok majd azt, hogy az elmúlt fél év mennyi meg mennyi fejlesztést és időt és energiát elvitt erre, mert attól függetlenül, hogy ez egy PNP játék, higgyétek el, hogy elképesztően sok időt bele kellett tennünk Tomi barátommal és egy-egy segítőtársunkkal ahhoz, hogy megvalósulhasson, úgyhogy nagyon izgatottak vagyunk. Na, legyen ennyi elég mára, az erő legyen veletek, játszatok sokat, mert játszani még mindig nagyon-nagyon jó, én Csibu voltam. Iratkozzatok fel! Szevasztok!